Lángoló podcastje. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt élőbeszélgetés, tehát a sajtótájékoztató kinézetben azon sok szép kamerával, valójában a Lángoló kommentár podcastjének egy ilyen élő extra adása, Kátai Tamással, és... és Handrit Szinzel, azaz Pocsi Botondal. Szevasztok. A neved az nem titkos, ugye? Tehát nem, egyáltalán. Pocsi Botond. Nem csináltam rosszat, hogy elmondtam. Ugye a kommentárnál alapvetően az szokott lenni a koncepció, hogy mindenféle zenei és nem zenei híreket kezdünk el kommentálni, de azért egy kicsit most ettől így elszakadhatunk. Mondta Tamás, hogy Botond kezdje már a beszélgetést, és amúgy is neked szánt ezt az első kérdést, de aztán majd Tamásnak is, mert hogy egy tavalyi rekorderes interjúban azt olvastam, hogy akkor még egyébként viszonylag joggal panaszkodtál azon, hogy a te generációd, a kora 20-asoknak a generációja, az még tehát jön, de még nem ért oda, és hogy még azt lehetett érezni, vagy azt érezted, hogy egy csomó helyen a, nem tudom, fesztiváloktól a hivatalos dolgokig még úgy nem engednek titeket oda. Kérdezem, hogy 2023 nyár végére megjöttetek-e? Abszolút, szerintem teljesen megérkeztünk, mint hogyha a mi generációkat nézzük. Hogyha megnézzük az összes ilyen nagy mainstream fesztivál line-upot, akkor a fele az a mi generációnk, meg ugyanúgy megtelítünk parkokat, és ja, lejátszásokat is tekintve, bulikat tekintve megérkeztünk szerintem. Mondjuk a lejátszáson is, tehát az azért már tavaly is így volt. Hát meg tavaly előtt is bőven. Spotify-on az előzőhöz, meg az előtti generációhoz képest torony magasan vezetünk. Abszolút, és ez a megérkezés, ez nagyjából már a csúcsot jelenti szerinted, vagy az innen még megy tovább? Nyilván a generációváltás az mindig folyamatos lesz, persze. Nem tudom, azért elég magasan vagyunk most, de jön majd a következő, aztán meg az utáni, nem tudom, ez még egy-két évig biztos tart, aztán megyünk mi is a levesbe. Hát csak nem egyébként, viszont azoknak a kedvére, akik esetleg nincsenek tisztában azzal, hogy te ki mindenkivel dolgozol, amikor azt mondod, hogy töltjük meg a parkot, meg vagyunk a lejátszási listák élén, hiszen neked ugye van saját lemezed, de hogy ezen kívül egy csomó mindenkinek írsz zenét, vagy dolgozol együtt. Egy kicsit erről mesélsz? Ja, hát... Dobálják neveket, mondjak, vagy... Hát ahol már nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy én tudom, hogy Beethoven-fi is. Beethoven-fi, Azaria, Aysaluna, Kolibri, és ilyenkor nem jutnak. Miller Dávid, nem tudom, hogy ezek a nevek. Szerintem ez már, hát azért valószínűleg Beethoven-fit meg Azariát nehéz lenne kikerülni, azt gondolom a 21. századi Magyarországon. Amikor úgy mondom, hogy mi, akkor ezekre a nevekre is gondolok. Nem feltétlenül mi, mint zenekar, hanem mi, mint ez a csapat, ez a brigád, ez a generáció. Tamás, ti is most arra érkeztetek meg igazából, hogyha a zenekart nézünk. Nyilván te nem, de... Vagy? Hát igen. Hát... Biztos sokan sokszor kérdezték már, de hogy ezt gondoltad volna, ezt a megérkezést? Mert hogy az oké, hogy 2021-ig, amíg Adorján Balázs fel nem vetette ugye a Mezolit ötletet, addig nem is nagyon volt a fejedben az, hogy lesz zenekar. De amikor annak vége volt, akkor emlékszem, hogy itt beszélgettünk arról, hogy hát lehet, hogy ezt azért érdemes lenne folytatni. Akkor mit gondoltál, amikor mondjuk az első próbák elkezdtek zajlani? Már hogy a zenekaros próbák, vagy a mezolitos próbák? A zenekaros. Mezolitos, azt szerintem. Tehát a mezolit, túl voltunk a mezolitan, és akkor utána leültünk beszélni, hogy egy hónappal, pár héttel később, hogy akkor ez jó volt-e, és akkor az lett, hogy jó volt, és akkor próbáljunk meg egy zenekart, egy állandó zenekart összerakni azokból a zenészekből, akik felléptek itt. És utána november környékén volt az első próba, és úgy volt, hogy nézzük meg, hogy akkor a próba működik-e, és hogyha igen, akkor legyen egy koncert az akváriumban tavasszal. És működött, de nem volt az első pillanattól kezdve, szerintem itt tök egyértelmű volt, hogy ez tud működni, mert olyan emberek kerültek ide, akikkel könnyű volt dolgozni, és mindenki ismer szinte mindenkit korábbról, és így nem nagyon, tehát a zene meg volt. Tehát a legnehezebb része a dolognak, hogy a zenei anyag, az már akkor meg volt 10 lemeznyi anyagunk. És az már mind megvolt, nem csak el kellett játszani, tehát igazából tök könnyű volt már onnantól kezdve, hogy megvoltak hozzá az emberek.
És a, egyébként ennek a 10 lemeznek az anyagának a nagy részét azért tervezett feldolgozni majd így élő zenekaros formában, vagy az van, hogy van egy olyan best of program, amit így úgy kiegészítetek egy-egy dallal, vagy van olyan a fejedben, hogy tök jó lenne, ha nem is mind a nem tudom 120 dal, de hogy azért így abból egy 60-70-80 ott lenne a kezében a zenekarnak. Egy csomó van, amit nem is lehet egyszerűen élőben megoldani, különböző okok miatt, hogy vagy már 20 perces a szám, vagy a felében nincsen semmi, csak szinti. Tehát, hogy így nem... Stadion koncerteken látunk ilyeneket azért, nem? Hogy így lemegy még egy 20 percig. Addig mit csinálunk? Tehát, hogy így nem különösebb izgalmas dolog ez. Lindemantól megkérdezed, lehet, hogy neki lennének ötletei, egy színpad alatt két kell tárolni hozzá. Ne, én hagyományos zenekarban gondolkodtam, és akkor így akkor is, hogyha van egy csomó dal, amit el tudunk játszani, és akkor azok közül is elég válogatni. Tehát mondjuk van 100 dal, akkor mondjuk abban van 50, ami előadható, különösebb problémázás nélkül, akkor azokra koncentrálunk. Nyilván, hogyha valami speciális helyen játszunk, olyanra lehet, hogy lesz példa a jövőben, akkor meg tudjuk nézni azokat a dalokat, amiket egyébként mondjuk ilyen helyen, mint ez itt, vagy ilyen hangszereléssel mondjuk nem tudnánk megoldani. És ami a megérkezést illeti, mert hogy nyilván abból az első koncertből, abból az akváriumból aztán lett egy rendes pályaív tulajdonképpen, ami most már így 2 év alatt is kirajzolódik. Én emlékszem arra, hogy amikor még a Fresh Fabric zenekarral, nem tudom, 1996-ban megkaptunk egy első olyan olvasói levelet, hogy valaki a kazettánkból kihúzta a szalagot és visszaküldte, úgyhogy elmentek a picsába, az nagyon szar. Akkor gondoltuk azt, hogy na jó, most már lehet, hogy valamit úgy tényleg nem tudom, csinálunk, hogy a negatív kommentek már elkezdtek jönni. Tehát eljutott ez már arra a pontra, amikor már nem mindenki szereti, hanem ez már nem true. Igen, mert pont most a héten valaki a YouTube-on az összes videó alá oda bekommentálta, hogy... Nem én voltam, mert ezt nem tudom, nem, csak nem akarom idézni, tehát így végig kommentálta az egészet valaki. Tehát ez volt az első. Aha. És akkor láthatóan nagyon dühös volt valamire, mert mindegyik ugyanaz a user így alá odaírt. Tehát, de én korábban nem is tapasztaltam ilyesmit, és hát ilyen van. Igen, de hát akkor erre most egyébként tök véletlenül ráhibáztam, de valóban van igazából ez a... Tehát nyilván a snobságnak vannak különböző szintjei, mindannyian benne vagyunk valamelyik szintjében a snobságnak, de hogy van az, aki tényleg azt mondja, hogy ezt már olyan sokan szeretik, hogy én csak azért is utálni fogom, és csak azért is bekommentelek valami negatívot. Boton, nálatok ez, ugye nálatok tök más a karrierív, mert hogy kiadsz egy zenét, és ez egyszer csak szétspriccel, tehát hogy azonnal fölmentek a nem tudom milliós hallgatottságra, de hogy az utálkozással mennyire kell szembesülnetek? Hát főleg engem utálnak amúgy, de most már a személyisége miatt, meg az interjúban, hogy viselkedek, azt nem nagyon szeretik. De hát, miért? Hogy viselkedsz? Nem tudom, azt szokták, hogy azt nagyképű vagyok, meg öntelt, meg ilyen, tudod, beképzelt. Próbálok nem így viselkedni, vagy nem így mutatkozni. Ezt nem szeretik, ahogy én szoktam viselkedni, főleg azért vannak utálkozó kommentek, de én imádom a hater kommenteket, főleg amikor elkezdenek személyeskedni, meg olyanokat írni, ami nem igaz. Ezeken nagyon jókat mulatok, sőt, ezt már sokszor elmondtam itt Rigold, hogy volt direkt ilyen projektem, hogy direkt szar zenét csináltam, és direkt szar klipet csináltam hozzá, hogy utálkozzanak, mert igazából ezzel is kiváltok valamit a hallgatókból, és... Van neked időd még arra, hogy ezeket úgy tényleg végig nyálaszt? Persze, mindig mindegyik kommentet végigolvasom. Tök jó, hajra, akkor csak gondoljátok. Nekem egyébként az volt a tök nagy meglepetés, hogy amikor ennek az eseménynek a Facebookos eseménye elkészült, akkor a te Facebookos oldalad az előbb jelölte vissza, mint a TC oldala. Pedig én azt hittem, hogy nektek már nincs Facebookotok, hogy így hagyjuk már ezt. Igen. Nem én kezelem a Facebookomat, mert nem szoktam azt, mint a Facebook oldalamat, Andrészinsz, azt nem én kezelem, mert nekem ilyen nagyon öreges, vagy nem tudom, ilyen régi módi a Facebook, és nem, mindig megkapom a menedzsertől, hogy Facebookra posztoljak, és onnan osszam meg a profilomra, mert nem szoktam használni, és igazából amiatt nem is jönnek a lájkok, de... És ezért átvette, és ő használja, és ő kezeli. Tamás, nálad ez hogy van? Azt a Facebook posztjét
tokból azt azért általában lehet sejteni, hogy azt a szöveget biztosan te írod hozzá, mert azért a valahogy a stílusban az eléggé passzol. Tök személyesen közelsz mindent? Van erre időd, energiád? Én szoktam, igen. Én sem nagyon élvezem ezt a dolgot, csak ugye ez a Pekicsnek a része, úgyhogy ezt muszáj csinálni. De én szoktam kezelni, igen. De nem olyan nagyon sok időt vesz ez el. Persze, csak amikor, nem tudom, hogy ez nálatok van-e, tudod, hogy lemész egy próbára, fél, nem tudom, két hónapja nem volt koncert, valamit már kellett volna posztolni, hazamész, nem csináltunk egy fotót, tehát, hogy így... Nem, de én nem akarok minden áron jelen lenni, tehát ez nekem teljesen kimaradt, hogy én nekem Instára hetente vagy naponta ki kell raknom valamit, tehát, hogy nincsen semmi, akkor nem rakok ki semmit, mert nincs értelme. Facebookon és Instán kívül van egyáltalán bármi? Twitter is van, amit nem is tudom, hogy mire jó. Igen, nekem meg a Twitter a kedvencem, napi 3-4-5 poszt simán kimegy. De az nem az van a Twitterre? Kérdezi a boomer ember, hogy azt Amerikában kurva sokan használják, Magyarországon meg alig? Most beindult Magyarországon is, nagyon sokan. Nekem nem volt, tehát én csak néha kirakom oda, én kirakok automatikusan mindent oda is. Ja, mert hogy van olyan opció, hogy... Én azt értem, hogy működik. Én mindig csak azt szoktam olvasni, hogy az Elon Musk már megint kitvittelt valami hülyeséget, de hogy fú, miért rossz lett a botodnak most két ilyen öreg ember között így azért hallgatni, de... Azért működik a Twitter, hogy azért szerettem, mert először használtuk a Facebookot, és jöttek a öregek, és kellemetlen lett, aztán amiatt átmentünk Instára, és oda is átjöttek az öregek, és most átmenekültünk Twitterre, most nincsenek öregek, de majd megjönnek. Ha most ezt elrontottad, de én már 10 éve ott vagyok, és én már akkor is öreg voltam. Hát akkor nem tudom, mi a következő most sajnos. Igen, ez az. Hát nyilván lehetne a TikTok, de mielőtt oda áttérünk egy pillanatra, még az Instádnál ragadjunk le, ahova egyébként 2 éve nem tettél ki semmit, de hogyha megnézitek, tényleg érdemes elkeresni a Henrici Instára, mert egészen elképesztően zseniális, hogy az egész Insta egy darab végtelen kép, ahogy mész lefelé. Ez egyébként egy létező formátum, amit itt többen is csinálnak, vagy ez tökre a te ötleted volt? Hát... Azóta csinálták mások is, de megcsavartam egy picit, és ideig 2 profilom volt, és hogyha a 2 telefont így egymás mellé raktad, akkor így oldal és kiegészítette egymást a 2 profil. De tényleg kurva jól néz ki, tehát tényleg nézzétek meg. Most 390 kép van, az így egyben egy nagy összefüggő, de még 394 volt, és akkor egy ilyen óriási nagy... Nem tudom, valami kép. Kicsit arra is emlékeztetett engem, egyszer volt valami ilyen, nem tudom, applikáció, hogy teker le az aljára, és nem tudom, 10 kilométert kellett volna letekerni ahhoz, hogy itt tényleg elér az aljára. És ez is olyan, hogy mész, és mindig van valami újdonság. Ezt az egészet grafikusként te? Az egészet én csináltam, igen. Dolgozol egyébként még grafikusként, vagy dolgoztál valaha egyáltalán? Mert hogy ez azért nem olyan, hogy így, vagy legalábbis nekem nem úgy tűnik, hogy tök amatőr felhasználóként csak így összedobálod. Ja, minden, amit tudok, az YouTube-ról jött, a Photoshopnál is voltak ilyen minimális kis grafikai munkák, de grafikusként úgy nem dolgoztam sose. Aha, értem. TikTok? Örög. Oké. Okay. Tamás, nektek az van? Van, na. De... Azért van, mert lefoglaltam, hogy a zenekar neve az meglegyen, mert az Instán is úgy jártam, hogy mire észbe kaptam, addigra már valaki azt így elvitte, és ilyen kötőjeles megoldás, vagy valami más verziót kellett, hogy használjak, és a TikTokon is akkor megcsináltam ezt, hogy ez legyen, de én azóta nem is léptem be. Nem tudom, mi történik ott. Jó, nem én... Öreg vagyok. Én is. Egyébként ez egy későbbi kérdés lett volna, de akkor tulajdonképpen ide is kapcsolódhat, hogy ha már ugye zenei, nem zenei hír volt a héten a Telexen egy szigeten forgatott nagyon vicces videó, amiben 10 éveseket kérdezgettek a slangjükről, és kiderült, hogy már a cringe is cringe, tehát hogy az, amit igazából mi már, vagy én már éppen, hogy csak sejtem, hogy mit jelent, azt már tök ciki mondani. Egyrészt, és igazából erről nekem az jutott eszembe azon túl, hogy mondjuk Boton, neked a 10 éveseknek az a szlengje, amiben ilyeneket láttam, vagy hallottam, hogy slay, meg rizz, meg ilyen szavak vannak. Ez neked így megvan még, vagy ehhez már te is öreg vagy? Persze, de megnéztem azt a videót, és nekem kicsit kellemetlen volt, mert ilyenkor igazából kicsit a szavak, amiket bedobáltak, az is így
Már kicsit régies, de... De egy izgi kis videó volt. Ami meg mondjuk minket illet a mesnál, inkább arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted bármennyire feladat-e követni a fiataloknak a trendjeit, és az enyémben nem azt akarom mondani, hogy a Taika Waititi zeneileg majd mást fog írni azért, hogy tetszen a fiataloknak, de hogy egyáltalán képben lenni, tehát hogy kik vannak, mit csinálnak, hol tartanak a fiatalok, erre van-e energiád, meg akarsz-e egyáltalán képben lenni ezzel? Hát ez egy hasznos dolog nyilván, hogy mert bármi hasznos, amiből tanul az ember, és ez egy izgalmas dolog lenne, engem speciál nem nagyon érdekel. De tényleg, mert ez nem az én dolgom. Tehát én nekem megvan a saját ügyem, amit így, vagy így magam világa, és akkor én ott járok-kelek azon belül, meg én is szeretek felfedezni új dolgokat, de az, hogy az épp aktuális ügyeket azt nyomon kövessem, és mondjuk a szlenget így, az engem nem motivál. Mert... De és mondjuk zenében, előadókban, zenekarokban? Ott igyekszem azért, mert abban tök jó dolgot lehet kiszűrni, meg megtalálni, ami az újdonságokban, ami nem tudok így nevesíteni, de általában szoktam így ügyelni rá, hogy azért ráfigyelek erre, mert izgalmas dolgok vannak most is, ugyanúgy, mint régen. Persze, abszolút, hát nyilván ez így van. És azt kell kivenni belőle mindenből, amiből tudsz valami újat kihozni te magad, vagy mond valamit, és mindig van ilyen. És igen, mondd, bocsánat, hogy... Nem akart. Mert tőled is azt, hogy jó, hát azt akarom kérdezni, hogy mondjuk 24 éves, 24 vagy most? Most lettem 25. 25. Egyáltalán eszedbe jut ilyesmi, hogy majd, mit tudom én, 35-45 évesen te akarsz-e képbe maradni, mert hogy van ez az iskola, ott van nekem például Kecske barátom, a Tesco Disco-nak a rezidens DJ-je, meg a Magosinak a menedzsere, aki tökre odafigyel arra, hogy ő 51-2 évesen is legyen képbe, és ő ne álljon úgy a Sziget line-up előtt, mint mondjuk én, hogy ugye a klasszikus reklámból, hogy kik ezek. Szerintem az, hogy képbe akarni lenni, az már rossz, mert annak így természetesen kell jönnie, hogy képbe vagy, és hogyha ezt így erőszakosan próbálsz fiatal maradni, képbe lenni, az ízlecsengszagú lesz mindig. Zenével érdemes képbe lenni, utána nézni, hogy kik az új feltörekvő adók, de slang, meg hírek, meg ilyen hülyeségekkel nincs értelme, gondolom, majd most így könnyen mondom, de ezeket el kell engedni, és becsülettel meg kell tudni öregedni. Tök jó, nem, de egyébként ez tényleg tök jó, mert tapsot kérünk szépen. Mert hát azt gondolom, hogyha téged kérdeznek ugyanerről, akkor hasonlót mondanál, nem? Tamás. Hát én már megöregedtem. Nézd, már túl vagyok. Igen, de hogy nem, de végig el is mondtad, hogy nyilván persze fölösleges. Trendinek maradni akarni, arra egyébként meg eszembe szokott jutni mindig az a Demjén Rózsinak van az a képe, amikor a nem tudom, 60-as, 70-es években valamilyen egészen elképesztő gúnyában áll a ilyen nagyon ilyen horgász, csizmaszerű, magas sarkú bármi, ami nyilván akkor iszonyú trendi lehetett, és tök jól nézett ki. És lehet, hogy azóta már fordult annyit a divat, hogy már egyébként megint az, de hogy ilyenkor ez a minél trendibb akarsz lenni az adott pillanatban, annál nevetségesebb lesz ez majd, nem tudom, 30 évvel később. De amúgy, Tamás, te, hogyha mondjuk ránézel, ha egyáltalán ránézel a Szigetnek az aktuális line-upjára, akkor Én ránéztem pont tegnap előtt, mert fölmerült egy fórumon ez, hogy a Kádár, nem tudom kicsoda, a Kádár Tamás, igen, hogy ő azt nyilatkozta, hogy a Szigeten igenis vannak rock metal előadók, most is idén is vannak, csak nincsen metal színpad, mint 10 évvel ezelőtt volt, hanem különböző színpadokon van elosztva ez. És akkor kíváncsi voltam, hogy akkor mi ez? És akkor végignéztem az egészet. És 3 darab zenekar találtam, ami egyáltalán rock zene. Igen, és abból 2 itt is játszik, nem? Igen. A Devil's Trade volt, ha minden igaz? Vagy igen, Devil's Trade volt, meg Lazarus volt, mondjuk őtelen, most nincsenek itt. Harmed volt, azt hiszem, meg a Shell Beach. Aha, igen, igen. Hogy én ennyit találtam, ami egyáltalán rock zene volt, és tehát, hogy végignéztem a programot, most tök mindegy, nem is ez volt a kérdés. De ez volt abszolút. Hát, hogy én ennyit ismertem. Tehát így nagyjából, így pár nevet még azt persze hallottam, de egyébként magát a zenét például már nem nagyon tudnám beazonosítani. Uh-huh. Boton, neked egy mostani Sziget line-uphoz nagyjából megvan mindenki? Nem, az a baj, hogy nekem se, pedig én úgy tartom, hogy képbe vagyok ennek a generációnak a zenészével, és milliószor átpörgettem, nézegettem, de ilyen napi 3-4-5 előadót találtam. Komolyan? Igen, nem, az a baj, hogy
A magyarokat persze vágtam, de hogy külföldiek közül nagyon nem. Napi 3-4 ott volt, és kint voltam több napot is, de hogy nem találtam a helyem sajnos. Jé, ez, de ez tök érdekes hallgatni, mert ugye nyilván a mi generációnk a Szigetről, ugye a klasszikus, és akkor ott rohadtunk egy héten keresztül, és elmentünk a Hammer színpadhoz, és ott el voltunk egész végig. De hogy az érdekes hallgatni, hogy mondjuk a te generációdnak nem ugyanez az élménye van ezzel a dologgal kapcsolatban, de mielőtt erre majd kérdezek valamit, vagy mondasz valamit, a Tamás, te mikor volt a Szigeten utoljára egyébként? Amikor a Slayer volt. Hát az 2006 körül, azt hiszem, Slayer-en voltam utoljára. És egyébként a TC-nek a fesztiválozás, az mondjuk ezt meg a Fishinget leszámítva, az opció lehet bármennyire Magyarországon? Van még olyan hely, ahol azt mondhat, hogy ott tök jó lenne játszani? Fesztivál szinten? Nem tudom, most ez jó kérdés, mert nem nagyon sok hely van. Itt mondjuk a rockzenén belül, vagy metálon belül, ez nagyjából így kimerült. Hát én például, Innotán például van most ez a fesztivál szeptember elején, hogy az, ott Ford is rossz szóról, hogy esetleg ott végül is nem jött össze, de az például nagyon szívesen. Azért, mert ez különleges hely, meg ott tényleg ilyen teljesen más jellegű előadók vannak, és szerintem ez sokkal izgalmasabb, mint föllépni egy teljesen átlagos metal fesztiválon. Hát ami egyébként meg nincs is. Hát van ogat, de hogy nekem az annyira nem izgat a csomó olyan zenekarra föllépni, mint mi. Aha, igen, de mondjuk van, mert mi van? Hát a Lowland például. Ja, hát a Lowland, igen, ami rockmaraton nincs. Rockmaraton nincs, így van. Én nem voltam még Lowlanden, tehát nem tudom, hogy az akkora-e már, de azt gondolom, hogy reméljük akkora lesz, hogy mondjuk tényleg egy ilyen az underground fölé is tud helyezkedni. Boton, nektek mi a nyári szcénátok? Tehát, hogy ebben a falunapozás is van rendesen mondjuk ebben a világban, Vagy van egy kialakult ugyanolyan szubkultúra, ahol olyan fesztiválok vannak, amiről az átlagember ugyanúgy nem hal, mint a fekete zajról sem. Hála Istennek. Falunapozás szerencsére nincsen, megpróbáljuk ezeket azért kiszűrni. Hát, hogy minket milyen fesztivál kategória vagy típusba lehetne besorolni, ezt még mi se tudjuk. Mi nem tudom, valahogy így a... Lehet, hogy itt sokan húzni fogják a szemedüket, de hogy én magunkat is ilyen metálos kategóriába sorolnám be, mert dobosom és a gitárosom metal zenekarból jött. Igazából a metal és így az elektronika között valahova be tudnak minket dobni pár színpadra, de ez általában problémát okoz, hogy mi hol tudunk fellépni, ki előtt vagy ki után. És ezért általában úgy vagyunk, hogy tök mindegy, hogy ki van előttünk vagy utánunk, mi megcsináljuk a saját bulinkat, aztán lesz, ami lesz. Persze, és egyébként nálatok maga a szervezés része, tehát hogy titeket valaki olyan szervez, aki mondjuk a, nem tudom, Azaria Betonhofi kör, vagy teljesen saját magatok csináljátok ezt? Én a Banana Records-nál vagyok, ott a Betonhofi és a Kolibri van még, és... Hát igazából nem tudom, hogy mi alapján, vagy hogy hogyan szoktak, de inkább úgy látom, hogy az az első szempont, hogy olyan előadókkal lépjünk fel egy színpadon, vagy egy napon, akikkel mondjuk volt közös zeném, vagy a mi generációnk, milyen fiatalos előadók. És például a vidékre járás, mert az, hogy mondjuk minden nagyobb előadónak van egy olyan Budapest parkja, ahol így sokan megjelennek azok közül, akikkel dolgozott együtt, az oké. De hogy ez vidéken is jellemző, vagy oda elmegy egyedül egy kisebb produkcióval, mondjuk Betonhofi, vagy te jársz vele, vagy voltál vele valahol máshol? Persze, én szoktam velük turnézgatni néha. Hát ők ugyanúgy bárhol, bármelyik szórakozóját megterítik. Nekünk ez már azért nehezebb. Pesten azért jóval könnyebb nagy bulit csinálni, meg teltházat csinálni, vidéken azért még döcög ez a dolog, de idén ezen a nyári szezonban egy kivételével azért mindegyik óriás buli volt. Szerinted... Hol voltatok egyébként mondjuk? Na, az összeset nem kell felsorolni, de egy pár ilyen jellemzőt, mert... Debrecen, Pécs, Szeged, Szolnok. Ezek önálló bulik voltak, vagy hát úgy szoktuk általában, hogy
1-2-3 produkció megy, vagyis nem, 2-3. Aha. És tehát akkor Pécs, Káptalankert, és vagy, és akkor mondjuk jön velünk a Kolibri, vagy az Ajsa, előttünk játszanak, vagy utánunk, és így általában hármas csoportokba szoktunk menni vidékre, de még úgyis nehézkés sokszor. Aha, de hát ez mindesetben tök jó ír, hogy nektek is van egy ilyen saját, mégiscsak egy saját utatok, mert hogy azért az a mainstream popban ott nem tud a falunap kimaradni, tehát hogy ott viszont tényleg az van, hogy ott jellemzően ott van a pénz, meg ott van a fellépéseknek a 80%-a, de hogy ti egyébként hogy viszonyultok egyáltalán a mainstream pophoz? Hát próbálunk, és hát eljátszuk, hogy próbálunk minél távolabb maradni ettől, de hát nem lehet. Mi is azért csúszunk bele ebbe a mainstream pop dologba elég gyorsan. Meg egyáltalán ez a műfajok közötti, mert hogy ugye ez régen azért viszonylag szépen le volt osztva, hogy melyik műfajban ki hogy dolgozik, de hogy nálatok sokkal nagyobb a keveredés talán, vagy én kívülről így azt látnám, hogy egyszerre valami lehet Petőfi Rádió kompatibilis is, de aztán közben mégis tele van, nem tudom, akár káromkodással, akár olyan dolgokkal, amit meg régen egyáltalán nem gondoltál egy popzenével összeegyeztethető dologgal. Egyáltalán ti stílusban definiáljátok még magatokat bárhogy? Hát nem hiszem, nincs ez, mint régen, hogy rockos vagy rappes vagy metálos vagy, hanem mindenki mindenes szerintem. Nincsenek meg ezek az éles határvonalak, mint régen voltak. Én is elektronikus zenész vagyok, de hát azért ott elég sokféle stílus keveredik. Tamás, te nyilván a felkatafák is kategorizálhatatlan dolog, de hogy érezted valaha azt, hogy mondjuk alapvetően mondjuk a black metalos közönség volt az a kiinduló pont, amiből ez így elindult, vagy death metalos, vagy valamilyen jól körülhatárolható halmaz, aminek aztán a kereteit te szétfeszegetted? Mert én kívülről ezt úgy gondolnám, hogy lehet, hogy az első mag az volt. De nem tudom, mi volt a mag, mert én nem nagyon találkoztam a közönséggel. Ugye nem tudom, hogy mi kihallgatta egyáltalán a zenét, mert ugye az első 9 lemez az nem koncertképtelen volt, tehát nem volt koncert, és amit én tudok az, hogy mi black metal zenekarként kezdtük el az egész ügyet, és akkor ez black metalból indult. Tehát ezt tudom gondolom, valószínűleg a közönség is onnan kerülhetett ki nagy részt. Igen, és hát tulajdonképpen valamennyire az ilyen egyszemélyes projektek, azok talán még a black metalban lehetnek jellemzőek, de hogy ez is egy érdekes dolog, ami szintén akár egy létező hír is, bár a pontos számokat nem tudom, de hogy volt olyan felmérés, rá kellett nézni a Billboard top listára, hogy nem tudom, 20 évvel ezelőtt a Billboard top 10-ben volt 9 zenekar és 1 darab szóló előadó, most meg fordítva van, de inkább már 10-ből 10 a szóló előadó, ami azért érdekes, mert alapvetően a rockzenében viszont még mindig zenekarokban gondolkodnak sokszor az alkotók, tehát ott azért ritka, de mégiscsak te az a kivétel vagy, aki teljesen egyedül csináltad ezt az egészet. Igen, ebben a műfajban voltak ilyenek még, tehát mi annak idején, itt nem én voltam egyedül, aki egyedül próbálta összerakni a dolgokat, különböző okok miatt, leginkább amiatt, mert mondjuk én is kis helyen éltem, tehát nem volt kivel zenélni, és akkor meg kellett oldani valahogy a dolgot. Aha. És akkor így emiatt ez így előfordult mással is. De valóban ez a metalnak egy kis szegmense volt, aki nem zenekarban gondolkodott, hanem ilyen egy-két személyes projektekben. És akkor valójában ez nálad is még egy kicsit akár ilyen kényszerszülte megoldás? Abszolút kényszerszülte megoldás. Tehát, ha ott lett volna Makó melletted a Zolciékon kívül, akikkel éppen nem tudtál zenélni. Igen, mert ugye nem volt dobosunk, és akkor a Zsírban is azért volt dobgép, mert nem volt dobos, meg kellett oldani, hogy akkor legyen valami dob, és akkor dobgép volt, de ezt abszolút kényszerszülte. Tehát mi szerettünk volna dobos, de nem volt. Akkor még. Értem. Boton viszont nálatok már, vagy nálad lehet, hogy fel sem merült az elején, nem, hogy akkor én úgy kezdek zenélni, hogy szerzünk egy próbatermet, meg egy basszusgitárost, meg egy dobost, meg egy nem tudom. Nem, én ezt teljesen egyedül kezdtem, ez, hogy most ide zenekarra jöttem, de az később alakult ki, hogy szeretnék magam köré zenekart, hogy élőbe fel tudjunk lépni rendesen. Nálunk egyelő mi generációnál ez már egyáltalán is, meg szerintem ez, hogy úgy vannak előadók, mint egy zenekar 4-5 fővel. Dók talán még belefelnek, de inkább csak szóló produkciók, és nincs meg ez a nagy zenekaros díj, mint régen. Igen, hát mondjuk talán a Carson Coma az egyetlen kivétel. Igen, nagyjából a kvartársaitok, és hogy ez is
nem tudom, hogy itt ülnek az önésztársait, hogy ez mennyire sértő kérdés, de hogy ugye pont akkor a 20 éves korban általában, amikor zenekar van, akkor az ilyen családpótlék, és ez talán még azért valamennyire a zsírban is nálatok is lehetett ilyen, nem? Tehát, hogy ott akkor azért így az nem csak egy ilyen oké, a próbán találkozunk, aztán... Nem, mert mindenki gyerekkori barát volt, tehát mi ismertük egymást, mert így egy iskolába jártunk, tehát így... Egy helyről jöttünk, tehát ez fontos volt nyilván. És hogy nyilván egy csomó olyan dolgon is össze lehetett veszni, aminek egyébként a nettó produkcióhoz nem is feltétlenül volt úgy közel, tehát hogy én erre mindig azt a példát szoktam mondani, mikor nem tudom, 90-es években még az volt, hogy meg kellett egyezni, hogyha mit akarunk enni, akkor mindenki ugyanoda menjen enni. Ha egy valaki pizzát akart, akkor addig kellett veszekedni, amíg mindenki rá nem állt, hogy jó pizzát menjünk enni a két koncert között. Most meg nyilván az van, hogy mindenki megy, ahova akar. De hogy mondjuk Boton nálatok ez a fajta ilyen család, helyettesítő család, hogy egyébként akkor a zenekarral amúgy is összejártok, együtt lógtok, együtt csináltok mindent, az van, vagy itt már nálatok ebben a korban is inkább az, hogy figyelj, neked az a dolgot, hogy gyere el a koncertre, játszd el aztán. Remélem nincsenek benne, mondtam nekik, hogy ne jöjjenek be erre az előadásra. Pár napja merült fel ez a kérdés a csoportba, hogy nem lesz-e valami közös program, esetleg elmegyünk focizni, vagy valami. És én meg azt írtam, hogy heti 2-3 napot együtt töltünk, magammal nem töltök ennyi időt, úgyhogy én nem fogok elmenni focizni. És imádom őket, meg szeretem, de kurva sok időt töltünk együtt, és meg ezek egész napok igazából, de ebbe indulunk, és hajnalba érünk haza. Én nem fogok elmenni focizni, ők nyugodtan elmehetnek. Értem, de tök oké, tehát ez nyilván egy ilyen generációs kérdés, és valójában meg egyáltalán nem is biztos, hogy az is mindig olyan szerencsés, hogyha a zenekarod, a családod, mert aztán amikor lesz esetleg saját, akkor meg rájössz, hogy valójában meg az mégse ugyanaz a kettő. Viszont ha már ez az egyedül alkotás, akkor Boton nálad valószínűleg ugyanúgy jellemző, hogy a grafikára is mondtad, hogy amit megtanultál, ezt a YouTube-ról tanultad meg, akkor ez a hangszerekkel meg a zenével is így van, gondolom. Igen, minden YouTube-ról tanultam. De hogy amikor te elkezdted, nem tudom, 6-7-8 évvel ezelőtt, akkor ez már volt? 12, igen, 12? Igen. Akkor igen. Is YouTube-ról kezdtem. De hogy a YouTube az 2005 óta van, ha jól sejtem, tehát a 12 év az bőven már az is belefér. Tehát neked már volt honnan. Na de Tamás, neked minden egyes dolgot viszont még fizikailag meg kellett valamilyen szinten tanulni, még akkor is, ha gépen raktad össze. Tehát, hogy akkor te azért nem tudtál egy sima YouTube videóból, hogy csináljunk, nem tudom, groove-ot, vagy honnan töltsem le, amikor először ezt elkezdted csinálni. Én nem nagyon tudom, hogy történt ez, de az volt a lényeg, hogy nem volt senki, aki megcsinálja helyettem. És akkor meg kellett valahogy oldani. És akkor én zenét akartam írni, de nem volt kivel, meg nem volt hangszer, és akkor csak úgy számítógéppel össze addig, hogy valami értelmes dolog kijött a végén. De hogy mondjuk hangmintákat te honnan szereztél? Vettél hangmint a CD-t? Nem, hanem azok még valahogy voltak. Nem tudom, így lettek. Nem tudom, nem emlékszem, hogy honnan kerültek elő, de így lettek, és akkor... tehát az mindenkinek volt. Tehát nem az volt a nagy dolog, hogy van ilyen, hanem hogy tudsz-e dolgozni vele. Aha. És akkor én akkor elkezdtem vele dolgozni, és akkor így egyre inkább tudtam haladni az ügyel, és valahogy így organikusan fejlődött ez a dolog. Neked mondjuk mi volt az első szoftver, amivel összeraktál dolgokat? Zenét? Aha. Hát ez a Fast Tracker 2 nevű program volt. És most várom a mondat végét, és ma is azt használom. Nem, de egyébként speciál még mindig tegnap is használtam. Mert a legelső lemezünket, amit 99-re vettem fel, vagy vettünk fel Jánossal, azt most felvesszük újra, vagy megpróbáljuk, vagy valamit csinálunk vele, mindegy, és akkor ott nekem megvannak még azok a fájlok, amit akkor elmentettem, 99-ben, CD-re kiírtam, és most már a PC-n van ilyen emulátor, ami tudja ugyanezt, és akkor azt a programot tudom használni újra, és csak arra azért nézem vissza, hogy pontosan meg, hogy akkor mi volt, és le tudom szedni. Tehát sokkal egyszerűbb ezeket a basszus témákat, akkor látom, hogy mi volt, és akkor úgy feljátszani most már. Tehát így használom még mindig igazából tényleg így segítségként. Értem. Boton, te neked mi volt az első szoftver, és az-e még, amivel dolgozol? Én FL Studio-val kezdtem, de én átfutottam kb. Az összes nagy zeneszerkesztőnk, Cubase, Logic, Ableton, Reason, Pro Tools, ezt mindig nagyjából mindegyiket megtanultam, és Logic-ot választottam, és kb.
9-10 éve csak azt használom, meg néha Ableton-t. Uh-huh. És amikor zenét írsz, akkor van olyan, hogy élő hangszert is a kezedbe veszel, vagy tök fölösleges ez ma már? Hát, hogyha élő hangszert szeretnék, akkor megkeresek valami embert, aki tud rajta játszani. Én nem játszok egy hangszeren se, billentyűzni minimálisan tudok, de nem szoktam élő hangszerezni felvételeknél, vagy zeneszerzésnél. Egyébként én tök meglepve hallottam, persze semmi meglepő nincs benne, csak hogy most már egyébként egy csomó olyan oldal van, ahol ilyen néhány $10 bérelhetsz a világ bármelyik tájáról zenészt, és így az vagy elküldöd, és másnapra... Jaj, a Fiverr, azt hiszem, amire gondolsz, igen. Igen, valószínűleg. Viszont ugye nem írsz szöveget, nem írsz éneket, ugye, ha jól tudom? Azt mondtad, hogy ezt tudatosan te azt nem akarod csinálni. Azt mindig rábízom az előadóra, minimálisan szoktam beleszólni a dalszövegbe kicsit, hogyha valamit oda hallok, és ők nem látják, azt bele szoktam szólni, de javarészt rájuk hagyom az egészet. Tamás, nálad ez az egész szövegírás, énekírás kérdés, mert hogy azt azért tudni kell, hogy amikor Tamás felkér egy vendégelőadót, akkor olyan gyönyörű profin mindenki van dolgozva, hogy fel van játszva a zongorával az énekdallam, ott a szöveg tökéletesen passzol mindenre, minden, tehát hogy ez tényleg egy ilyen 100%-os Miki a megmondhatója, hogy annyira minden meg van írva, hogy ott már tényleg csak valakinek gyorsan a hangját kölcsönözni kell hozzá, de egy csomó olyan ember van, például a Miki is, aki mindig azt mondja, hogy jó, az ilyen ének, meg ilyen, azt én utálom, bár csinálom, meg tudom, de ettől függetlenül, hogy például neked a szövegírás az csak egy ilyen, azt mondod, hogy a végén adsz rá még egy réteget, vagy már az elején is valamennyire ott van a fejedben, hogy amikor születik a dal? Ez változó, vagy így is, meg úgy is elő szokott fordulni, de nekem fontos a szöveg. Tehát, hogy a zene meg a szöveg együtt adja a produkciót, és nekem legalább olyan fontos maga a szöveg is, hogy tudjon mondani valamit, és a zenével együtt működik igazán. És azt te úgy szoktad egyébként, hogy nagyjából amikor írod a zenét, akkor már úgy sejted is, hogy körülbelül itt lesz a szöveg, és ott próbálsz az énekhez kíséretet tenni. Ez nincsen recept, és emiatt izgalmas, hogy nem nagyon tudom, vagy hogy mindig másképp alakul, mindig kicsit másmilyen a dolog, és nem is szeretném ezt így kicentízni, hogy meglegyen a séma, hogy mindig ugyanúgy, mert akkor óvatatlanul ugye a dalok is hasonló szerkezetűek lesznek, és pont ez a kaland, ez az, ami még mindig így izgi. És szövegfoszlányok már vannak a fejedben, amikor elkezdesz írni valamit? Vagy... Van, amikor vannak, igen, és akkor egy adott, mint adott sor, vagy adott kifejezés megvan, és akkor utána, hogy a zene is épül, úgy egyre jobban épül a szöveg is, és a végén elnyeri ezt a formát, ami lesz. De én egyébként, amikor odaadom az énekeseknek, vagy más hangszereseknek is, hogy mit szeretnék, akkor én mindig mondom nekik, hogy nyugodtan lehet beletenni olyan dolgokat, amik az ő saját dolgaik. Tehát, hogy amire, ja, nem a zsarnokságra utaltam nem, azzal, ami... De mert ez pont az a jó, hogy nekem is az jó, hogy olyan dolgokra gondolnak, amire én nem. És hogy ez ettől sokkal jobb szokott lenni általán a végeredmény, mikor tényleg így meg tudnak lepni engem is, és a dal is jobb lesz ettől. Az a lényeg, hogy dal jó legyen, nem az, hogy az legyen, amit én szeretnék. Értem. Így lassan a vége felé közeledve fordítva egyet a beszélgetés, nem tudom, irányán, ugye Votond azt mondtad, mert hogy ezt a maszk dolgot azért nyilván meg kell kérdezni, még ha unod is, hogy feltehetően mindenki megkérdezi, de hogy abban a bizonyos rekorderes interjúban azt mondtad, hogy az alapvetően azért van, mert hogy örülsz neki, hogyha téged a magánéletbe békén hagynak, és nem kell, hogy oda menjenek emberek, már pedig nyilván lenne nem egyszer olyan, amikor oda mennének, hogyha tudnák, hogy nézel ki. Ezt jól, tehát azóta is ez van? Vagy ezért van ez a maszk, vagy ennek van bármi plusz jelentése is? De az, hogy minden interjúban próbálok valami más mondani, hogy miért van ez a maszk. Na, akkor viszont kérjük a ma esti verziót. A ma esti verzió az, hogy nagyon csúnya fejeket szoktam vágni a droppoknál a zenébe, és nem akarom, hogy lássák. Hát igen, próbálom azt tartani, de amúgy az nagyjából az igaz, amit ott mondtam. Viszont azt is mondtad, hogy lehet, hogy ezt azért meg fogod unni egy-két év alatt, meg meleged is van benne, meg nem tudom. Igen, most is kurvára melegem van. Nem kínoznak sokáig meg, igen. Nem, én úgy tervezem, hogy az utolsó koncerten majd az utolsó számnál leveszem, és akkor ennyi volt. Na, de és mert egyébként valójában erre akartam már így kitérni a hogyan tovább
befejezésén az interjúnál, hogy ezt te abban az interjúban is ilyen láthatóan, vagy látszólag tök tudatosan azt mondta, hogy igen, akkor még egy darabig ezt csinálom, aztán eltűnök, aztán majd visszajövök 5 év múlva, aztán még egyet csinálok, aztán utána meg lehet, hogy az egészet hagyom a fenébe. Ez tényleg ennyire megvan a fejedben? Igen, nem tudom, hogy akkor mennyit mondtam, de mondjuk mostantól szerint, hogy ilyen 2-3-4 évnél tovább szerintem nincs értelme húzni, szerintem a csúcson kell abba hagyni. De nyilván azt utólag látja az ember, hogy mikor volt a csúcs, szóval a csúcs után 1 évvel majd abba hagyom. És igen, sok zenekarnál látom ezt, hogy túl sokáig húzzák, és ízlőcsekszegú lesz az egész, most nincs értelme, és szar az a legutóbbi 3 album, meg a legutóbbi 10 év koncertek tekintetében. Szerintem büszkén tudni kell elengedni a csúcson, vagy a csúcs után egy kicsivel, és nincs értelme húzni. Nyilván adja magát a kérdés, amit persze nem lehet megválaszolni, hogy de nem fog hiányozni, hiszen azért alkotó ember vagy, tehát, hogy azért ezt 12 éve csinálod, és hogy maga az, hogy alkos valamit, azt el tudod képzelni, hogy te úgy élj, mert abban az interjúban az van, ami aztán persze lehet, hogy csak vicc, hogy jó, akkor majd veszek egy tanyát valahol, és akkor ott majd nem tudom. Nem, ez nem vicc, tényleg azt szeretném, hogy majd elmegyek egy tanyára kis állatokkal. Hiányozni nem fog, mert akkor már úgyis ezt fogom érezni, hogy az fog hiányozni, hogy milyen volt a koncertezés pár éve, de olyan úgy se lesz, mint pár éve volt, és azzal csak magamat fogom tökreteni, hogyha azt hajhászom. Az tök oké, hogy a koncertezés, de mondjuk a zeneírást is befejezni? Hát magamnak úgy is fogok zenéket csinálni, de hogy kiadni, vagy hogy ezzel haknézni, nem hiszem, hogy fogok. De lehet, hogy majd megtalálom magamat valamilyen más művészeti ágba. Abszolút kívánom, hogy így legyen különben, és milyen érdekes ezt hallani, nem? Mert hogy a mi időnkben, de hogy akkor még abszolút az volt, hogy igen, én ezt csinálni akarom, és én leszek a következő gánszerózis, és életem végéig. És azt nagyjából azért kb. Ez is van, mármint a gánszerózis nincs, de az életünk végéig az van. De hogy Tamás, hozzád fordulva már, hogy azt nem gondolnám, hogy te az alkotást valaha is abba akarod hagyni, meg a lemezírás, de hogy mondjuk a koncertezésnél van olyan terv a fejedben, hogy intenzívebb, de aztán utána lehet, hogy egy 2-3 év szünet, vagy ilyesmi, vagy most egyszer jön, ahogy jön. Mi másfél évvel ezelőtt kezdtünk el koncertezni. Tehát... Igen, csak benned megvan az a tudatosság, hogy lehet, hogy azt mondod, hogy figyelj, ez 5 évig lesz vicces, és utána kellene majd 2 év szünet, mert akkor már nem lesz hova menni, és nem akarok 25-ször is visszajönni a fekete zajra. Azért nem tudok ilyet mondani, mert ugye én már ezt mondtam 20 évvel folyamatosan, hogy nem akarok koncertezni, és akkor ezt csak koncerteztem. Tehát most akármit mondhatok, de pont ez a jó az egészben, hogy nem tudod, hogy mi fog történni holnap. És ezért vagyok most itt, mert véletlenül a véletlenek sorozata az eredményezte, hogy most itt lehetek. De én erre nem készültem, meg ezre nem volt ilyen terv. És akkor, ha erre gondolok, akkor azt mondanám, hogy foggal nincs, hogy mi lesz holnap után. Mondja ezt az az ember, akinek a következő utáni lemeze már akkor kész volt, amikor szerintem tavaly mesélted, hogy igen, majd jövőre jön az új lemez, de már a következő is kész van egyébként. Kész. Most mit van a fiókban? Most nincs még kész, mert Vári Gabinál van keverés alatt. De hamarosan kész lesz. Értem, és az azután következő? Nem, az arra nincsen semmi tervem, de a következő az már megvan. De utána mi lesz, azt tényleg nem tudom, de nem is akarom tudni. Tök jó. Ez a jó így. Tök jó. Szerintem ennél szebb végszót nem is lehetne adni, és Botondot is hagyjuk, hogy végre tudja a levegőt venni. Úgyhogy Kátai Tamás, Pocsi Botond, Elias Andrész, szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Bocsánat, azt az egyet akkor mondjuk el, hogy 21:30-kor vagytok ti, és... 2 órakor mi. Én nem tudom, mikor vagyunk. Te... Én 21:30-ot tudok, de... Vagy 1:20-kor, nem tudom, valahogy így. És a 2 óra, oké, akkor találkozunk a színpadoknál. Köszönjük szépen!